Szóval Zoltán, szeretettel. Szervusz, igen. van itt egy amúgy gyönyörű 997-es. Meséljük el, hogy miért van itt ez az autó. Mutasd meg azt, amit nekem megmutattál. Hogy kicsit behozta a tulajdonosa, és párás volt belülről. Mert? Itt van a bal hátsó oldalsó üveg. Itt ez a patent tartaná benne a helyén, amitől majd tömítés meg rázárna az autóra. Hát ez nem annyira sikerült. Itt ezeket lehet látni, le van róla gajazva minden. Ott a másik oldalon jól látszik, hogy ott van ez a kis fehér patent. Nem tudom, mennyire látjátok. Azt tartaná benne az ablakot, hát ezt most így nem tartotta benne semmi, ezáltal a bal hátsó ülés mögött vannak szivacsok, amiből most lehet csavarni a vizet. És hát sikerült azért a hazai szervizbe rádobni egy kulcsot is. Hát igen, meg hogyha hátulról megnézitek, föntről meg tudod mutatni. Kipufogó is kicsit nem úgy sikerült visszarakni, ott a végek nem úgy állnak. Aha, az kijebb áll, mint az. De igen, itt is egy kicsikét, tudod, az amikor picit nem ide rakom, picit nem odahúzom, picit nem úgy sikerül valami, és akkor ez a végeredmény, ami egyébként így ránézve nem egy nagy probléma, de ha alámész, akkor látod, hogy mondjuk újságpapírból van a kipufogó tömítés. Mert nem volt 8000 forintja valakinek arra, hogy tömítés legyen. Itt mutatok egy ilyet. Szegény autó, valószínűleg, de tényleg. Pedig annyira, ez a tipikus annyira gyönyörű, szegény autó. Gyönyörű egy tárgy. Nézzétek, itt ez a hűtőventilátor egység. Ezt amúgy Zuffenhausenban nem így rakták, gondolták ezt az egészet. Ezt most így ki tudom venni, mint egy kecskét. Hát ide menne be, van gondolom valami tüskével. Így, de jól tudsz. Igen, ott a tüske, ott a patent helye. De nincs ott a patent. Nincs, és akkor folytatom. Itt valaha voltak tüskék, csak gondolom az izgatott szerelés okán nem sikerült ezt visszarakni, és akkor ne tűnjön fel, hogy ott a patent helye. Ledugóztál le van dugózva. És itt vannak találtunk valamilyen patentot hátul a kertben, meg zetorban, meg gumi darabkák. És akkor ez ugye már ezt úgy látjuk, hogy ez se tartja a semmi, mert ezt is patent tartaná. És akkor így hullik szét az autó. Itt. És nem egy izéről beszélünk, egy Varsaváról vagy egy Tavriáról. Nem, sajnos nem. Ez egy 991-es Porsche. 91-es már ez? Igen. Hát igen, és hát hogy mondjam. Szóval most várom az alkatrészeket, hogy megérkezzenek, és akkor ezeket legalább vissza. De ezt már itthon követték el, vagy még odakint? Na ez az, hogy ezt nem lehet tudni. Szóval ez igazából odakint ezt nem kellett szétszedni. De szervizkor vagy bármikor el lehetett ezt követni kint. És miért van nálatok az autó hivatalosan? A tulajdonosa mi hozta be? Hát igazából az a beázás miatt, meg hogy a egy-két ilyen kárpit. A kinti javításokból adódóan azért néhány kárpit ott helyre kell hozni, hogy így finoman fogalmazzak, mert biztos nem gyárt patentot a Porsche, és akkor a szélvédőragasztó az mindenre jó alapon. Jézusom. Szóval így lehet egy szép autót így lehet tönkretenni, de szerencsére helyre fogjuk hozni, szóval nem lesz ennek semmi problémája, csak mit tudom, ilyesmi, egy kicsit párás a lámpa, hátsó lámpa is valahol, ugye azért lehet látni, hogy ez se így néz ki. Tehát, hát, itt folyik a munka, attól függetlenül, hogy már forgattunk itt, de lesz még itt mit szerintem. Igen, és akkor... Ilyen autókat, ezeket az autókat is meg kell menteni, de... Hát hogy a viharban? Leginkább azt mondanám, hogy néhány szerelőtől kell megmenteni, és akkor én nem bántok senkit, de aki ilyen minőségbe szerel, az ne szereljen, mert ez nem szerelés, ez rombolás, gyilkosság. Szóval ahol nincs 3 forint, mert 150 forint egy ilyen gumipatent, tehát ha kiesett, tönkrement, hát van ilyen, vedd meg, rakd vissza. Ezt úgy hívják, hogy igénytelen. Hát de tényleg így jár egy 911-es Porsche-ban, amivel a ventilátor teret így van. Amivel 270-en lehet venni az autóbanod, érted? Hát igen, és akkor ez egy zörög, tehát egyáltalán nem is értem. Tehát, hogy akkor legalább rakott volna ide egy szélvédőragasztót, nem? Hiszen az mindenre jó. Csodák vannak, srácok. Vagy duct tape-et. Na nézzük meg, hogy mi turpisság van még itt a kis 991-es Carrera S-ben. Ugye amikor egy picit ez a farközép motoros, mert ezt már annak hívjuk,
autó elindul keresztbe, és hát a, hogy is mondjam, a sofőr képességei azok nem kultárdi magasságokban vannak, hanem inkább Mr. Beanie mélységben, akkor egy picit meg lehet vele sturcolni a szalagkorlátot. Ez történt ezzel az autóval, és nem volt nagy baj, éppen annyi, hogy taknyolva kelljen javítani, mert igénytelen volt a szerelő. Viszont gyanús volt, hogy a féloldalasan ül a sofőr az autóban, vajon miért? Szétszették a srácok az ülést, és tök szépen látszik, hogy itt, majd teszek másik lámpát, ez egy Porsche ülés, amúgy így néz ki, milyen szépen futnak, ezt ha megfogod itt, Zoli, ezt meg tudom mutatni, ugye ez itt maga az ülésnek a fém, ez már nem is a kerete, mert ez a kerete, ez ugye erős. A fémváz. Ez fémváz, és nézzétek meg, milyen szépen futnak itt az ülésállító motornak, szépen ott van a benyomás, egy kis bepréselt helye, meg minden. Ezek egyébként a deréktámaszok. Ez a deréktámasz, egy kis felfújható deréktámasz, meg az oldaltámasz. Bocsánat, nem is a légzsák, az az oldaltámasz, igen. A levegős, hiszen kék cső megy hozzá, bizony. A zsáknak itt a helye kint, igen. A zsáknak ott a helye kint. Na most nézzük meg, hogy hogy áll az ülés ezen az oldalon. Jó látszik, hogy bizony, itt, nézzétek meg, a motor hogy rá van nyomva erre? Hogy össze van nyomva már itt ez a két lemez? Mert mi történt? Amikor megkapta az ütést az autó, a sofőr teste erre lendült, és hát nem volt valószínűleg egy pillakönnyű sofőr, szóval inkább a Fekete Laci ligába játszhatott, mert képes volt így hullámosra gyűrni, ott jól látszik, hullámosra gyűrni az üléstámlát, ezért volt az, hogy sofőrünk, jó barátunk Zsolti, féloldalasan ült a kocsiba, és ezeket a dolgokat mind-mind meg kell javítani, úgyhogy valószínűleg ez egy üléscsere lesz. Hiszen igényesen kéne rendbe rakni egy ilyen autót, és végre most már jó helyen is van, remélhetőleg. Na hát így néz ki a deréktámasz. Levegőzsák, levegőzsák. Ja hát arról nem beszélve, hogy a paraszt az tett bele egy egyszerű kis patkolást, vagy ellenállást, itt jól látszik, ez az, ez nem gyári alkatrész itt, nem gyári megoldás, ugye? Jól gondolom én ezt, Zolikám. Jól, igen, és az a baj, hogy azért ez elég durva dolog. És ez elég durva dolog, mert az övfeszítő patronja, az le van gyalulva róla, ki van szedve belőle, ott. Ezáltal az öv működik. Az öv működik, csak nem fog megfeszíteni, amikor koccansz, hiszen itt ez a kis ellenállás megbolondítja. Hát ez azért lett belerakva, hogy ne világítson a légzsáklámpa. Így van. A légzsákok nem durrantak, azok működnek. Hát az övfeszítő durrant, és de az övfeszítő durrant. Ezt így küszöbölik ki, hogy ne világítson a légzsáklámpa, viszont ez így már nem feszít az öv. És ezt az autót külföldi szervizben javították. A probléma az, hogy nem mondják a tulajnak. A probléma az, hogy nem mondják a tulajnak. Igen, mert azért ez így elég veszélyes. Szóval, hogy abban a tudatban vezetsz valamit, főleg egy ilyen rakétát, hogy majd ő megvéd, és akkor nem. Na, úgyhogy... Ráadásul azon, most menjünk már tovább, az, hogy ha már ilyet csinál az ember, mint ahogy nem csinál, de nincs egy forrasztópáka sehol, tehát hogy összesodorja. És amikor... Ez ganály, figyelj, ezt ne is, ez ganály. Hát, ganály. Igen. Rendbe kell rakni, és akkor jó lesz. De most már rendben lesz téve. Borzasztó, bazánk, de tényleg. Akinek telik majomra, tudod, annak már legyen banára. Legyen banára, igen. Tipikus példa, sajnos. Nem baj. Már most meg... nem a tulajhibázott, hanem a szerelő. Hát az, aki eladta neki, meg a szerelői. Pontosan. Na majd, ha egyszer rendben lesz, akkor majd meghagyjuk.